pleasure to be here. My name is David. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. David meghívnak. And we will be introducing some teachings from the Course in Miracles. A csodák tanításából fogunk gondolatokat bemutatni, előadni nektek. Which was recently translated into Hungarian. Ami mostanában lett lefordítva magyarra. And is a very, very helpful tool. És ez egy nagyon segítőkész eszköz. For learning how to forgive and the spiritual awakening. Hogy hogyan bocsássunk meg, hogy hogyan vagyunk képesek a megbocsátásra és a spirituális felébredés útján. So we'll make reference to that during the night. És ma este erre a könyvre fogunk utalásokat tenni. And I started practicing the course in 1986. 1986-ban kezdtem el tanulmányozni a csodák tanítását. And just gave my life over to the spirit to use in any way. És teljesen átadtam magam a Szentléleknek, hogy használja úgy, ahogy kell. So for about 11 years I traveled around the United States and Canada. 11 éven át utaztam az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. And then for the past 11 years around the world. És az elmúlt 11 évben szerte a világban. So we're on a tour of countries through Europe. És most egy európai turnén vagyunk. About 10 countries. 10 országban. And then we fly down to South Africa. És hamarosan Dél-Afrikába is ellátogatunk. To do a tour of the whole country. Hogy az országban utazunk több városban. And my prayer for this evening. És az én imám ezen az estén. Is that we have a very interactive evening. Hogy egy rendkívül interaktív estét töltsünk együtt. Yeah. Because we're all really the same spirit. Mert valójában mind ugyanaz a szellem vagyunk. Yeah. And we've put these teachings into practice in a very deep way. És ezeket a tanításokat mi az életünkben nagyon mély módon ültettük át a gyakorlatba. Sometimes people ask me, what do you do for fun? Néha megkérdezik tőlem az emberek, hogy mit csinálsz az öröm, az örömért. I say, this is it. Azt mondom, hogy ez az. Yeah, it's a very deep connection with everyone that I visit. Ez egy nagyon mély kapcsolódás mindenkivel, akivel találkozunk. And you'll find that we are all very transparent. És meglátjátok, hogy mind nagyon transzparensek, átláthatók vagyunk. So feel free to make any comments or ask any questions tonight. Szóval nyugodtan kérdezzetek bármit, vagy osszátok meg azt, ami a szíveteken van. Our lives are an open book. Az életünk egy nyitott könyv. So there are no embarrassing questions for us. You can ask anything. Tehát nincsenek számunkra zavarba ejtő kérdések, bármit kérdezhettek. About any topic. Bármiről. Jason plans to be in the audience. Could you say that again? Jason plans to be in the audience tonight, but he might be called. Jason ma úgy terveztem, hogy a közönség soraiban lesz, de majd meglátjuk. If you have a question for Jason, we'll get him back up. Hogyha kérdésed van Jasonhoz, akkor majd visszaüldem. So I just want to say a big welcome to everyone. Thank you for coming. Szóval szeretném még egyszer üdvözölni mindenkit. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Hi, my name is Francis. Sziasztok, a nevem Francis. I was born and raised in China. Kínában születtem és nevelkedtem.
And I moved to Australia in my mid-20s. És Ausztráliába költöztem a 20-as évek közepén. And that's where I started to become interested in spirituality. És ekkor kezdtem el érdeklődni a spiritualitás iránt. And I was practicing Vipassana meditation. Vipassana meditációt gyakoroltam. And was very into non-duality. És nagyon tehát a non-dualitás érdekelt. But it was the course that I felt that chose me and is my path. De a csodák tanítása volt az, amivel kapcsolatban azt éreztem, hogy engem választott és ez az utam. And when someone asked, how do you know which path is your path? És amikor valaki azt kérdezte, vagy azt kérdezi, hogy honnan tudod, hogy melyik a te utad, vagy mi a te utad? I heard David used to say that the path that really brings you an actual experience is your path. Akkor azt hallottam Davidtől azt a választ, hogy az a te utad, ami igazán a megtapasztalásba viszel téged, tehát a tapasztalati szintre. And Jesus actually even said in the course that this course is complete for what you need. És a kurzusban Jézus azt mondja, hogy ez a kurzus elég számodra. Ez az egyetlen, amire szükséged van. And that's what I have experienced is by practicing A Course in Miracles, I experienced a huge transformation in my mind, state of mind. És én is ezt tapasztaltam meg, hogy ahogy a kurzust végeztem, az elmém teljesen átalakult. And in other spiritual practices, I always have this mindset that I need to practice and practice and practice. És más spirituális gyakorlatoknál úgy éreztem, hogy állandóan gyakorolnom kell. But when we really want to live the teachings of A Course in Miracles, de amikor tényleg élni akarjuk a kurzus tanításait, I realize the practice is actually handing it over to the spirit. Rájöttem, hogy a gyakorlás maga az, hogy mindent átadjunk a Szentléleknek. And the practice is to be completely transparent and not hiding and protecting anything. És a gyakorlás maga az, hogy teljesen transzparensek legyünk, és ne akarjuk elrejteni semmit sem. So that there is no resistance to allow spirit to guide and guide me to change my mind. És hogy ne legyen ellenállás bennünk, hogy a Szentlélek mutatást adjon. So that's why our lives are open books, because it's been a lot of practicing of being transparent with our brothers and with the spirit. És ezért olyan transzparens az életünk, mert nagyon sokat gyakoroltunk. And I'm very glad to be able to be here and to share everything that you're interested to hear. És nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk. Hogy megosszunk mindent, amire kíváncsiak vagytok. Köszönöm. Hi, my name is Jason. Sziasztok, a nevem Jason. I was born and raised in Canada. Kanadában születtem és nevelkedtem. And actually, since I found the Course in Miracles. Amióta rátaláltam a csodák tanítására. It's been a period of disorientation. Volt egy ilyen disorientációs időszakom, vagyis hát nem csak volt, hanem folyamatban. Yeah. When I first came in, I thought it was going to make my life better. Amikor először elkezdtem, azt gondoltam, hogy jobbá fogom tenni az életemet. No, I looked at David and how happy he was. És ránéztem Davidre, hogy milyen boldog. All I had to do
what he does, you know, gathering, shining and sharing. Már csak annyit kell tanulnom, amit ő csinál, mindenféle találkozókat, romenni, tartani, megosztani. Little did I know that it wasn't about making my life better. De aztán rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy jobbá tegyem az életem. It was about undoing my life. Hanem, hogy hát semmiség szétbontódjon az életem. Kind of like we have this movie called Poseidon, where the boat turns over. Which movie? Poseidon. Yeah. Mint abban a filmben a Poseidon, ahol felfordul a hajó. And like you think you're doing good, then the boat tips. És azt mondod, hogy jól csinálod, és akkor megfordul a hajó. And you have to get back up to the surface again, but completely upside down. És újra a felszínre kell törnöd, csak teljesen fordítva. So we were joking even before this gathering. I was saying it's just disorientating, isn't it? És éppen ezelőtt a találkozom előtt is viccelődtünk, hogy ez ilyen dezorientációs. And she said that's what's normal now is everything. I'm not describing a world. Yeah, the I don't know mind is what's normal. De most már ez a normális számukra, ez a nem tudom elve. And so that's where I'm at. That's where I'm at. Itt tartok. And I just wanted to say hello and I'm going to be here all weekend. És csak köszönni akartam nektek, itt leszek egész vasárnapig. And yeah, these teachings that are going to come through David and Francis. És ezek a tanítások, amik Daviden és Franciszen áramlanak. They're just so deep and so powerful and very rare on the planet. És erőteljesek és ritkák ezen a bolygón. And I'm grateful to be joined with them, so thank you. És nagyon hálás vagyok, hogy kapcsolódhatok velük. Yes, when you become aligned with the Spirit. Amikor ráhangolódsz a Szentlélekre. You lose all your ambitions for the future. Minden jövővel kapcsolatos ambíciódat elveszted. And you have very deep contentment. És nagyon mély megelégedettség érzésem van. Because it's about being truly happy. Hát arról van szó, hogy igazán boldog legyél. And that happiness comes from our source, from God. És a boldogság a forrásunkból, Istentől ered. Happiness does not come from possessions. A boldogság nem abból fakad, hogy mit birtoklunk. Even our relationships, we are learning to let go of possessions. A kapcsolatainkban is azt tanuljuk, hogy hogyan tudjuk elengedni a birtoklást. To be very intuitive. Nagyon intuitívvá váljunk. Have a sense of inner guidance. Érezzük a belső útmutatást. That directs you and guides you in all aspects of life. Ami vezet és irányít életed minden területén. And you feel that nothing is really being taken away from you. És érzed, hogy valójában semmit sem vesznek el tőled. You just come into a full gratitude and appreciation for everything. Csak mindenért hálát érzel, mindent becsülsz. Yeah. So this guidance has been strong for us to travel around the world. És ez az útmutatás nagyon erős volt számunkra, hogy utazzunk szerte a világban. And connect with people very deeply. És nagyon mélyen kapcsolódjunk az emberekkel. It's heart to heart. Szív a szívhez. And it takes you away from all fear and all guilt. És ez minden félelmet és bűntudatot eltüntet. Yeah, you realize how powerful your thoughts are. Rájössz, hogy a gondolataid milyen erőteljesek.
And that the world you perceive is a reflection of thoughts. És hogy a világ, amit érzékelsz, az a gondolataidat tükrözi. And that by purifying your thoughts, then you see the world differently. És hogy a gondolataid megtisztítása által másképp látod a világot. You're not trying to get anything from the world. Nem próbál semmit se kapni a világtól. You can only give to the world. Csak is adhatsz a világnak. Because you're giving from your heart. Mert a szívedből adsz. And the more that you give, the more that you see you have much to offer. És minél többet adsz, annál inkább rájössz, hogy még mennyi mindent adhatsz. Because peace of mind is no small gift. Mert az ellenbékéje nem kis ajándék. And really that's the gift that we were meant to give. És pontosan ez az az ajándék, amit adhatunk. So when you stop pursuing things of the world, és amikor felhagysz azzal, hogy a világ dolgait you see that everything is provided to you. Akkor meglátod, hogy minden megadatik neked. As long as peace of mind is your only goal. Addig, amíg az elmegy békéje az egyetlen célod. So you can imagine what a blessing this is in all your relationships. Szóval láthatod, hogy ez mekkora áldás minden kapcsolatodban. To be truly able to offer peace in every moment. Hogy képessé válj arra, hogy minden pillanatban ezt a békét ajánd föl. And how natural the harmony would be. És hogy milyen természetes is a harmónia ekkor. The three of us and our friend Kirsten and Michael is here. Hármunk, Jasonnal együtt és Michael. Sometimes use the name. Use the name messengers of peace. Azt az elnevezést használjuk, hogy a béke hírvivői. Because we have lots of peace to extend. Mert nagyon, tehát hogy a béke az, amit adhatunk nektek, kiterjesztünk felétek. So we live together in community. Közösségben élünk együtt. Our community keeps growing bigger and bigger. És ez a közösség egyre nagyobb. Because people are drawn to the peace of mind. Mert az embereket vonza az elmének a békéje. And when you have consistent peace, you see that the whole world is your community. És hogyha ez a béke konzisztens, akkor látod, hogy az egész világ a közösséged. And you experience that there's nothing apart from your mind. És megtapasztalod, hogy semmi sem különálló, vagy nincs az elmétől elkülönülve. So tonight when we answer your questions, és ma, amikor megválaszoljuk a kérdéseiteket, we can speak the answers in either spiritual terms, spirituális terminológiát is használhatunk, or we can speak it in terms of quantum physics, vagy quantum fizika szavaival, or we can use contemporary psychological terms, vagy modern pszichológiai kifejezéseket, because there are many pathways to spirit. Mert nagyon sok út van, ami a Szentlélekhez vezet. And so we want to speak to you in the terms that resonate with you. És olyan kifejezéseket akarunk használni, amik rezonálnak bennetek. So, A Course in Miracles was my pathway. Szóval a csodák tanítása volt az én utam. But when I was in touch with the Holy Spirit, then that was the book had served its purpose. De amikor ez a kapcsolat már létrejött a Szentlélekkel, akkor a csodák tanítása betöltötte a feladatát. So when I was using the course, I carried it with me everywhere.
Amikor használtam a csodák tanítását, akkor a könyvet mindenhol magammal vittem. I wore the gold letters off of the cover. I wore the letters off of the cover. Ja, hogy elhasználottak a borítónak a betűi. I read it for about 8 hours a day for the first 2.5 years. Az első 2.5 évben napi 8 órán keresztül olvastam. And then I memorized it. Sőt, meg is jegyeztem, memorizáltam. But now I haven't carried the book for many years. De most már sok éve nem hordom magammal. It's more that it lives inside my heart. Mert a szívemben él. And it comes out in whatever way would be most helpful with whoever I'm with. És oly módon jön elő, vagy öntődik szavakba, hogy az a legsegítőkészebb azok számára, akikkel együtt vagyok. And I meet a lot of people because I've traveled in 32 countries. És rengeteg emberrel találkozok, mert 32 országba utaztam már. And most people are not Course in Miracles students. És legtöbbjük nem csodák tanítása tanuló. So, I smile a lot, I laugh a lot, I do a lot of hugs. Szóval sokat mosolyogok, nevetek és ölelek. And it's a wonderful life. És ez egy csodálatos élet. So, we want to really open it up to you to ask questions from your heart. Tehát szeretnénk arra megindítani benneteket, hogy kérdezzetek, ami a szíveteket nyomja az alapján. And this is your chance, because most of the times you think I can only say or ask certain things. És ez most egy nagyon jó esély, mert általában azt gondoljuk, hogy csak bizonyos dolgokat kérdezhetünk meg. But now, tonight you have permission from the Spirit to ask anything you want. De most engedélyt kaptok arra a Szentlélektől, hogy bármit megkérdezzetek. Yeah. And know that it will be a blessing for everyone. És tudjátok, hogy az áldás mindenki számára. And also we have a microphone here. You want to? És van itt egy mikrofon. Michael will bring you a microphone. Michael oda viszi, hogyha szeretnék kérdezni. And we actually record this for the whole world to hear. És igazából ezt most felvesszük hanganyagként, videóanyagként is, hogy elérhető legyen az egész világ számára. And really, if you have important questions, it will be helpful to many people around the world. És hogyha számotokra fontos kérdésetek van, az mások számára is nagyon fontos lesz szerte a világban. So we have YouTube videos with Hungarian subtitles. Vannak YouTube videók magyar feliratozással. But this will be a chance for people to hear these questions and answers in Hungarian. De most lehetőséget biztosít majd arra, hogy az emberek hallhassák a kérdéseket, válaszokat magyarul is. Yeah. So you may bless someone who speaks Hungarian in different parts of the world. Szóval lehet, hogy áldást hoztok valakinek, aki magyarul beszél a világ egy másik részén. Yeah, you never know. Sose tudhatod. Hát a működéséről kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Mármint a csodák tanításának. I would like to ask question about how it works, the Course in Miracles. Az én tapasztalatom, my experiences, az volt, hogy ez a könyv ez nem könyv. Was that this book is not a book? Ez a könyv ez egy eszköz. It's a tool. Amit valószínűleg a magasabb dimenziókból kaptunk meg. That we received from higher dimensions, probably. Belenézünk egy könyvbe. Általában belapozunk egy könyvbe. Yeah, if we usually look into a book, akkor lesz valamilyen benyomásunk. Then we have an impression. Egy hangulat, vagy egy érdekes gondolat.
Sense of feeling. Vagy egy érdekes gondolat. Or an interesting thought. És akkor mi vagy emlékezünk rá egy kicsit, vagy elfelejtjük. So we may remember or we may forget. Ebben a könyvbe beleolvasni. But if we look into or read this book, azonnal elkezdi átírni. It starts to rewrite our mind immediately. Ezt én megfigyeltem magamon is, illetve kettőnkön először. I experienced it on myself and on, because they are a couple, so on ourselves. És aztán megfigyeltem még több embernél. And I saw it on other people too. Maga a szöveg, tehát hogy a könyvet mondatok van minden könyvben. So the text itself, I mean the sentences, like in every book. De olyan mondatok vannak, ami sehol mások nincs. But this book includes sentences like nothing else. És teljesen érthető. And it's totally understandable. Nem az elmén keresztül értjük meg. Not through our mind. Hát a kérdésem az, még erről tudnék beszélni, a kérdésem az, hogy ebben a tapasztalatban ebben van-e valami hasonlóság, erőnek régebbi gyakorlatukban. So I could speak more about this, but my question is your experience kind of similar to this? Yes, I had the same experience when I first picked up the book. Igen, ez volt, ugyanez volt a tapasztalatom, amikor először a kezembe vettem a könyvet. I had been 10 years in university. 10 évet töltöttem az egyetemen. And read so many books on many topics. És nagyon sok könyvet olvastam el mindenféle témában. That I could pick up any book and open it up. És bármilyen könyvet is vettem a kezembe és kinyitottam. Valahol. And I could tell what the author's underlying assumptions were. És meg tudtam mondani, hogy mik a szerzőnek a feltételezései. I could tell what the author believed by reading the book. Meg tudtam mondani, hogy mit hisz a szerző az alapján, hogy beleolvastam. But I had a very different feeling with the Course in Miracles. De a csodák tanításával nagyon más volt az érzésem, megérzésem. I knew instantly that the author was not in time. Rögtön tudtam, hogy ennek a könyvnek a szerzője nem az időben van. That this book was written from beyond time. Hogy ez a könyv az időn túlról íródott. Calling us all back into eternity. Hogy visszahívjon bennünket az örökké valóságba. And so it was an extremely powerful experience. Szóval ez egy nagyon erőteljes élmény volt, tapasztalat. And I had a strong curiosity about the author from the first time. És egészen a kezdetektől fogva nagyon kíváncsi voltam a szerzőre. I lost my breath. Lélegzettem is elállította. I couldn't breathe when I opened the book. Nem tudtam lélegezni, amikor kinyitottam a könyvet. So I said, who? Ki? Wrote. Ki? Írta. Ez. Book. Ez a könyv. I could barely ask the question. Alig tudtam feltenni a kérdést. Because it was such a strong feeling. Mert olyan erőteljes érzés volt. And so much love pouring, like a tsunami of love. És olyan sok szeretet áramlott belőle, mint egy szeretet cunami. And in one instant I found my life's calling. Egyetlen pillanatban megtaláltam az életem hívását. I knew what my pathway would be. Tudtam, hogy mi lenne az utam, vagy mi lesz az utam. And before that I had no clue. Mert előtte fogalmam sem volt róla. And it has gone that way from that very first moment. It seemed everything else in my life came
from that one moment. És úgy tűnik, hogy minden más ettől a pillanattól indult be. So, also I used to read many books by my bedside. I had many books. És nagyon sok könyvet olvastam, ott sorakoztak az ágyam mellett, egész ilyen magasan. But once I opened this book, it was the last book that I ever read. Amint felvettem ezt a könyvet, ez volt az utolsó könyv, amit olvastam. People now write books and they send me books and they say, can you read this and tell me what you think? Az emberek írnak könyveket, és akkor elküldik nekem, hogy elolvasnád, hogy mit gondolsz erről. And sometimes I just say, I don't read anymore. És akkor azt mondom, hogy már nem olvasok. I have no need to read. Nincs szükségem arra, hogy olvassak. So it could be the last book that you'll ever own. Tehát lehet, hogy ez az utolsó könyv, amit valahol is olvasol. I didn't even read the newspapers, magazines, it stopped my whole reading addiction. Abba maradt teljesen az olvasási függőségem, nem olvasok már újságokat sem, magazinokat sem. So the same deep experience. Ugyanez a mély megtapasztalás, amit említettél. And I made copies of it, so as soon as I could do it legally, I made sure that I put it all over the internet. És másolatokat is készítettem belőle, hogy elérhető legyen a neten. Yeah. So people could read it online once it was made available, once the copyright was gone. Hogy amint a szerzői jog már megszűnt, akkor elolvashassák az emberek a neten. Jesus began dictating the book in 1965. Jézus 1975-ben kezdte el diktálni a könyvet. When David was David was only 7 years old then. David akkor csak 7 éves volt. It's little David. Kis David. And I didn't know that the book was being dictated either. És azt sem tudtam, hogy ezt a könyvet diktálják. So I had to grow up and be prepared to practice the message and to live the message. És fel kellett nőnöm, hogy készen álljak arra, hogy befogadjam ezt az üzenetet. So next year will be the 50th anniversary. Szóval jövőre lesz az 50. évfordulója. Of Jesus' first words to the scribe of A Course in Miracles. Jézus első szavainak, amikor elkezdte elítélni a csodák tanítását. And his first words were, "This is a Course in Miracles. Please take notes." És az első szavai azok voltak, hogy ez a csodák tanítása, kérlek, jegyzetelj. He kept repeating these same words to her over and over. Ezeket a szavakat ismételte Helennek újra meg újra. Till she finally got a pen and started writing down what he was going to say. Ami végre tényleg elkezdte leírni, amit mondani akart. Yeah. So this is truly a blessing to have this book in Hungarian. Tehát ez valóban egy áldás, hogy most már magyarul is elérhető ez a könyv. Yeah. There will be many miracles that will come from this publication. Rengeteg csoda áramlik majd ebből a publikáció, ennek a publikációnak köszönhetően. And it's an honor to come to this wonderful country and this wonderful city. Megtiszteltetés, hogy ebbe a csodálatos országba és városba jöhettünk. I tell everyone I meet that we are in this for life. Mindig azt mondom mindenkinek, akivel találkozok, hogy együtt vagyunk ebben, We are in it for life, and we are lifelong companions on this journey together.
Tehát, hogy társai vagyunk egymásnak ebben az utazásban. Örökké. Waking up from this dream of time and space. Hogy felébredjünk az idő és tér álmából. And I have many, many friends all over the world. És rengeteg barátom van szerte a világon. And there's such a strong feeling that this is our time to wake up. És olyan erős bennem ez az érzés, hogy ez most a mi időnk, hogy felébredjünk. To see that we never can be harmed. Hogy soha nem eshet bántódásunk, és ezt felismerjük. To see how powerful our mind is. Hogy felismerjük, milyen erőteljes az elménk. To see that we can be the light of the world. Hogy lássuk, hogy mi lehetünk, hogy mi vagyunk a világ világossága. And that this is our function. És hogy ez a feladatunk. Our function is to be happy. Az a feladatunk, hogy boldogok legyünk. And we were not meant to feel guilty or sad. És nem arra születtünk, vagy nem az a sorsunk, hogy bűnösnek érezzük magunkat, hogy szomorúak legyünk. Yeah. So we are friends forever. Szóval örökké barátok vagyunk. And we meet each other many times in our travels. És az utazásaink során rengetegszer találkozunk. This is probably just our first visit to Hungary. Valószínűleg ez csak az első látogatásunk Magyarországra. Religious background. Én megismertem Jézus Krisztust, és nagyon boldog voltam akkor, amikor találkoztam vele. És a vallás engem 5 évig nagy boldogság, ez a találkozás boldogságban tartott. Aztán... I get to know... hogy érted, hogy megismerted? Hát találkoztam. Bentem kritikusan, de úgy értem, hogy találkoztam. So as I met with Jesus Christ in my heart, religion was really important for me. Öt évvel ezelőttig, vagy? Nem, ez 25 éve volt, de 5 évig nagyon boldog voltam ettől a találkozástól. So I was really happy for 5 years from this meet. So I met him. Végül biztos tudjátok, hogy gyülekezetbe jártam, sokáig, 20-25 évig. It was a community, another community. Nekem a Biblia volt, Bibliának a könyv, nekem a Biblia a Szentírás volt, amit nagyon ismerek már, én is 25 éve olvasom, és arra jöttem rá, hogy So the book what was really important for me was the Bible, and I've been reading it for 25 years. És nagyon elfáradtam, mert úgy éreztem, hogy ennél sokkal több van. And I got really tired because I had a feeling that there's more than this. És a spiritualitás mint olyan nekünk a vallásban távol kellett tőle tartani, félelmetes volt. So in religion we had to keep distance from spirituality because it was fearful for us. És azt mondtam, hogy elég volt, tér Istennek sokkal több van, hát én vágyok többre, mint amit eddig hallottam. És így találtam a csodáltalinkat. So I said, that's enough, I feel that I desire more, and that's when A Course in Miracles came to my life. A kérdésem az lenne, hogy vannak félelmeim, mert a Bibliához mindig az ígéhez, hogy a szívem ragaszkodik, de felismerem a szinkron csodáltatásában és a Bibliából. Felismerem, hogy azonos. Ez egy.
So my question is, I still have fears around this, although I recognize the resonance or similarities between the Bible and the Course in Miracles. És nagy boldogságot tölt el, hogy a csodálkozás azt mondja, hogy boldogoknak kellünk, ez a tudunk, hogy boldog legyünk a vallásban, mit kell tennünk állandóan, hogy boldog legyünk, a csodálkozás meg egész másképp beszél a boldogságról. So it makes me happy that A Course in Miracles is saying that our function is to be happy, while in the Bible it says that we have to do a lot of things to be happy. Csak a kérdésem az lenne, hogy vannak ilyen, mint ahogy mondta az előbb David, hogy mi vagyunk a világvilágosság. Jézus ezt magában mondta. És benne mindig vannak ilyen félelmek, hogy én a világvilágosság. Jézus ezt magában mondta, ő a Messiás. So my question is that Jesus said that I am the light of the world, and you were saying that we are the light of the world, and somehow I still feel it, or I can't believe it, that I am the light of the world. Tehát egy-két ilyen kijelentés van a csodákban, és ilyen, hogy egy picit mindig megölcsödök. So there are some, you know, sentences in the Course like this, that I am the light of the world, so I feel kind of a contraction around this. A pressure, contraction around this kind of sentences. Ha erről tudnám valamit mondani, hogy küszöböljen ki, mert érzem, hogy jó, tehát szívem még hatból az a béke, ami a finom szentszeremnek az a finom tanítása, hogy gondoskodik, szinte átölel, hogy olvasom. So I feel how the Course is like it's embracing me, but still there are these fears around some sentences like this. So could you help me with this? Yes. When I began to teach A Course in Miracles, and I had many students come to me. Amikor elkezdtem tanítani a csodák tanítását, és sok ember jött hozzám, mint tanulóként. I knew the Bible and they knew the Bible. Mindketten ismertük a Bibliát. And so we had to explore these topics very closely. Szóval nagyon közelről vizsgáltuk meg ezeket a kérdéseket. That really there is one self that we all share, and that is the Christ. De valójában egy én van, amin mind osztozunk, és ez Krisztus. And the Christ is not a personality. És Krisztus nem egy személyiség. The personality is like a mask. A személyiség olyan, mint egy maszk, egy állat. So the personality is never the light of the world. Szóval a személyiség nem a világvilágosság, és soha nem is lesz az. And the reason there is fear or anxiety is from identifying with the personality self. És a félelem, vagy idegesség, zaklatottság az ezzel a személyiséggel való azonosulásból fakad. So we need to be convinced by the Holy Spirit of our spiritual identity. Szóval a Szentléleknek meg kell győznie minket arról, hogy mi a valódi spirituális identitásunk. Because our spiritual identity lives forever in heaven. Mert a spirituális identitásunk örökké él a mennyországban. And when we forget our spiritual identity and fall asleep, we dream of personalities, we dream of human beings and a world. Mert amikor elfelejtkezünk erről a spirituális identitásról, akkor ebben a világban egy személyiségnek álmodjuk magunkat. And this is why it takes practice to forgive the idea that we are small, that we are small and unworthy. Ezért kell gyakorolnunk a megbocsátást,
hogy azt hiszük magunkról, hogy ilyen kicsik vagyunk és méltatlanok. Now in the Bible, in Genesis, it says Adam fell asleep. A Bibliában, a Teremtés könyvben azt olvashatom, hogy Adam elaludt. And nowhere in the Bible does it say that Adam woke up. Sehol sem mondják azt, hogy fölébredt. And so you might say that that strong feeling you feel for Jesus is your call to wake up. Szóval mondhatjuk azt, hogy Jézussal kapcsolatban ez az erős érzésed, a hívásod, hogy felébredj. And in the Bible it said God created the heavens and the earth. És a Bibliában az olvasható, hogy Isten megteremtette a mennyet és a földet. And on the seventh day he rested. És a hetedik napon megpihent. But in a course of miracles, God creates the heavens. De a csodák tanítása azt mondja, hogy Isten megteremtette a mennyet. And we're meaning the spiritual, eternal heavens. A spirituális örökkévaló mennyországot. And the ego makes up the earth. És az ego megalkotta a földet. So this explains why there's so many problems with Earth. És az megmagyarázza, hogy miért van annyi probléma a Földön. Because God didn't create it. Mert Isten nem teremtette, mert nem Isten teremtette. It's a distortion or a misperception. Ez egy torzulás, téves érzékelés. And so, when we speak about forgiveness, és amikor a megbocsátásról beszélünk, we speak of letting go of all distortions and all misperceptions. Akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy elengedjünk minden téves érzékelést, torzulást. So there are many good teachings in the Bible. Szóval vannak nagyon jó tanítások a Bibliában. And some very unhelpful teachings. És néhány olyan tanítás, ami nagyon nem segítőkész. Like sacrifice. Mint például az áldozathozatal. Or punishment. Vagy büntetés. These are ideas that God does not know about. Ezek olyan eszmék, amelyekről Isten mit sem tud. So God would never demand sacrifice as a way to come back to love. Szóval Isten sosem követelne tőled áldozatot, hogy visszatérhess a szeretetbe. So, in a way, it's a purifying of our hearts and our thoughts. Szóval bizonyos módon ez az elménk és szívünk megtisztítását jelenti. And it can go very quickly. És nagyon gyorsan tud ez menni. I keep meeting people that are waking up much faster now. És most, ahogy találkozok emberekkel, sok emberrel, sokkal gyorsabb az, ahogy felébrednek, vagy ahogy ez így bekövetkezik. It's like this whole world was a trick, and now we're saying no more. Mint hogyha ez az egész világ csak egy trükk lenne, és most azt mondanánk, hogy elég volt ebből. No more lies. Nincs több hazugság. No more deception. Nem kell több megtévesztés. And we practice that with everything, every encounter we have. És ezt gyakorolhatjuk mindenkivel, minden egyes találkozáskor. We are attracted to honesty. Vonzódunk az őszintességhez. And integrity. Az integritáshoz, hitelességhez. We're attracted to true strength. Vonzódunk a valódi erőhöz. And that strength is in peace of mind. És ez az erő az elme békéjében van. And so, as we move forward in our life, és ahogy előre mozdulunk az életünkben, we bring certain people into our life. Bizonyos emberek belépnek az életünkbe. To learn how to live in harmony. Hogy megtanuljuk, hogyan tudunk harmóniában élni. That's really the only purpose for our relationships. Ez az egyetlen célja a kapcsolatainknak. In the past we may have
got into a relationship for financial support. Lehet, hogy a múltban például pénzügyi okokból léptünk bele egy kapcsolatba. But we learned to trust the Spirit for our finances. De aztán megtanultuk, hogy a Szentlélekben bízunk meg a pénzügyeinkkel kapcsolatban is. Or we got into a relationship for emotional support. Vagy azért léptünk bele egy kapcsolatba, hogy érzelmi támogatást kapjunk. But when we clear our mind, we get our support from the Spirit. De amikor megtisztítjuk az elménket, akkor ezt a támogatást a Szentlélektől kapjuk. We used to depend on people so much. Annyira az emberekre támaszkodtunk, az emberektől függtünk. But the more intuitive we are, the more we see we don't need to depend on people. De minél intuitívabbakká válunk, annál inkább felismerjük, hogy nem kell az emberektől függnünk. The Bible says that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. A Biblia azt mondja, hogy az, ami testnek született, az test, és ami szellemnek született, az szellem. And the Course says the same thing. Vagyis, bocsánat, tehát ami testből született, az test, ami szellemből született, az szellem. Yeah, that we don't have to try to mix the two. Szóval nem kell megpróbáljunk, hogy összekeverjük a kettőt. But the guidance that we receive is very practical. De az útmutatás maga, amit kapunk, az nagyon gyakorlatias. After about 2.5 years with the Course, I could hear Jesus in my mind. Miután 2.5 éve foglalkoztam el a kurzussal, elkezdtem hallani Jézust az elmémben. And he has directed my life ever since. És azóta is irányította az életemet, vezette az életemet. The body of David is like a little robot, a video game. A David teste olyan, mint egy robot, egy videójátékban. So he first he spoke to me, and then he said, I want to speak through you. Először beszélt hozzám, és azt mondta, hogy rajtad keresztül akarok beszélni. And really it's the same for all of us. És tulajdonképpen erről van szó mindannyiunk. These bodies are just like instruments to be used by Christ. A test csak eszköz, hogy Krisztus használhassa. But there is no emphasis on the sin or the mistake. De nincs hangsúly a bűnön vagy a hibán. All the focus is on the correction. Minden fókusz a helyreigazításon van, a korrekción. So when people come to me and tell me all that they've done wrong. És amikor az emberek jönnek hozzám és elkezdenek beszélni arról, hogy mi minden, milyen hibákat vétettek, vagy mit csináltak rosszul. I join with them in remembering the correction. Kapcsolódom velük, és a helyreigazításra emlékszem. Because in the correction we are all innocent. Mert ebben a helyreigazításban mind ártatlanok vagyunk. And that's all we want to be happy, is to know that we're innocent. És ahhoz, hogy boldogok legyünk, csak erre kell emlékeznünk, hogy ártatlanok vagyunk. So, to forgive is to let go of all guilt. Tehát, hogy megbocsássunk, az arról szól, hogy elengedjünk minden bűntudatot. And really, that's what the Bible was intended for. És tulajdonképpen erre szánták a Bibliát is. Hogy emlékezzünk erre az ártatlanságra, meg a korrekcióra. Erről, hogy hogyan működik nekik ez a közösség.
mentioned that you're living together in a community. Could you speak about that, how it's working, how are your days, and yes. Yeah, we'll both speak about that. As I followed the course, I just got happier and happier and happier. Ahogy követtem a kurzust, egyre boldogabbá váltam. And then people started to want to live with me. És akkor az emberek elkezdtek jönni, hogy velem akarnak élni. I think it's the same all over the world. You want to live with happy people. Szóval szerintem ez ugyanígy működik az egész világon. Az emberek csak azokkal akarnak lenni, akik boldogok. Azoknak a közelében. So I said, okay. És akkor azt mondtam, hogy okay, rendben van. And at first it was not easy to live with this body because this body was moving so much around the planet. How do you mean it was not easy? The David character was traveling so much that anybody who wanted to live with me had to travel with me. Szóval az elején ez nem volt könnyű, mert David teste nagyon sokat utazott szert a világban, szóval aki velem akart élni, annak velem együtt kellett utaznia. If you added up my trips, it would be many, many times around the world. Szóval rengetegszer utaztam körbe a világot. And but when I would land, there would be people wanting to live around me. De bárhol is értem földet, mindig voltak ott emberek, akik velem akartak élni. And then Frances, when she first came to a retreat that I did. És amikor Frances először jött egy elvonulásra, amit tartottam. She was already teaching A Course in Miracles in Sydney, Australia. Akkor már tanította a csodák tanítását Sydney-ben, Ausztráliában. But her heart opened up so fast. De szívében oly gyorsan nyílt meg. And also there was a lot of fear with the heart opening so fast. De ezzel a megnyilással egyidejűleg rengeteg félelem is volt ott. But she came to another retreat, like an 11-day retreat, right after the 7-day. De aztán a 7 napos után eljött egy másik 11 napos elvonulásra is. And then she started just traveling everywhere I was, every country. És aztán jött velem minden országba, ahova utaztam. Like Andy is doing now. Mint ahogy Andy most. He is flying around to many countries. Velünk repül minden országba. But we made a community based on just two guidelines. De amikor landed. Landed when we kind of settled. Tehát mikor végül aztán egy helyben megalapítottunk egy közösséget, akkor két fő alapelvünk van. No rules. Nincsenek szabályok. No rituals. Nincsenek rituálék. Just two guidelines. Csak két alapelv. No people pleasing. Nem próbálunk az embereknek a kedvére tenni, megfelelni nekik. And no private thoughts. És nincsenek egyéni gondolatok, tehát nem tartjuk meg magunknak a gondolatokat. Which is kind of like no secrets. Ami olyan, vagyis azt jelenti, hogy nincsenek titkok. Just being very open and transparent. Csak nagyon nyíltnak, nyitottnak, transzparensnek lenni. And then it started to grow bigger and bigger and go to different parts of the world. És aztán a közösség egyre nagyobbra nőtt, és szert a világon utazunk. So, and really it's based on sharing and open communication. Tehát a közösség maga a megosztáson alapul, és a nyílt kommunikáción. When we get into the topic of relationships and sexuality, there's many things that the Spirit showed us. És amikor olyan kérdésekbe megyünk bele, mint a kapcsolatok, szexualitás, akkor a Szentlélek nagyon sok mindent mutatott meg nekünk. Because it's all about releasing guilt. Mert igazából minden a bűntudat elengedéséről szól.
everything is used for the release of guilt. Minden arra használódik, hogy el tudjuk engedni a bűntudatot. So, Francis, you want to share some of your experiences with the community? Francis, szeretnél te is közösségben való élet tapasztalataival beszélni? Yeah. When I first heard about the community, I heard exactly that, no private thoughts and no people pleasing. Tehát amikor először hallottam a közösségről, akkor ez volt az első, ez a két alapelv, amiről hallottam. I thought it was very radical to be able to do that. Azt gondoltam, hogy ez nagyon radikális, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, vagy meg tudom csinálni. Because I knew how much a people pleaser I was, and how many private thoughts I had. Mert tudtam, hogy mennyire erős bennem ez a hajlam, hogy megpróbáljuk az embereknek a kedvére tenni, és az egyéni gondolataim is. Well, I actually first started, as soon as I heard this, I started to practice with my ex-husband and my close friends. És először az ex-férjemmel és a csodálytanítási csoporttal kezdtem el ezt gyakorolni. But still, it just feels like even if I can just do it with some selected people, but not with all, it still feel it's not enough. De aztán arra jöttem rá, hogyha csak bizonyos emberekkel csinálom ezt, és nem terjesztem ki mindenkire, az nem elég. So I knew how deep the course is pointing us to go. Tudtam, hogy milyen mély az, ahova a kurzus mutat, hogy el akar vinni minket. And there was a deep desire in me to actually really going all the way. És nagyon mély volt bennem a vágy, hogy végigmenjek ezen az úton. So after I went to two of David's retreats. Szóval David a két elvonulás után, amin részt vettem, the experience was so profound that I thought I have to give it a try to live it fully for a period of time and see where it leads. So, that was too long. So after the two retreats, I thought I have to give it a try to live it. Igen, szóval a két elvonulás után úgy éreztem, hogy ezt meg kell próbálnom. So I first went to the community just for 3 months. Először csak 3 hónapra mentem a közösségbe. Then I started to follow David everywhere he travels in the world as a volunteer. Aztán elkezdtem követni Davidet szerte a világban, ahova utazott önkéntesként. Then I went back to the community and never left. Aztán visszamentem a közösségbe, és sose jöttem el. So what we were living in a community about what we're doing there is actually a 24/7 forgiveness process. De tulajdonképpen amit csinálunk ebben a közösségben, az a hét minden napján, a nap minden órájában a megbocsátási folyamat. It's even funny to call it a process because it's our life. It's not a process. De igazából vicces ezt folyamatnak hívni, hiszen az életünkről van szó. So, a very important part of it is this, what we call expression session, is to share our private thoughts. Ennek nagyon fontos része, amit, hogy megosztjuk az egyéni gondolatainknak, ilyen, expression session. Kifejezés. Ja, ilyen, igen, ezt sem tudom lefordítani. Igen, tehát például amikor Dublinban voltam az elvonuláson, ez úgy nézett ki, hogy összeültünk másfél órára, és kis csoportba körbe mentünk, és akkor mindenki elmondta, hogy mit érez éppen, akkor milyen gondolatai vannak, tehát ilyen kifejezett bármi van az elmédben, a szívedben. It was a long bit. So I shared about the Dublin, how it was for me. In the small groups. We're not trying to search and dig the private thoughts we have.
Nem próbálunk keresgélni, vagy mélyre ásni, hogy milyen egyéni gondolataink vannak. But there, when there are some upsets that are arising in the present moment, de ha van valamilyen zaklatottság, ami a jelen pillanatban, we're not going to suppress it and ignore it. Tehát ami a jelen pillanatban feljön, akkor azt nem hagyjuk figyelmen kívül, vagy nem nyomjuk el. We come together to openly express how I feel. Hanem összejövünk, és nyíltan ezeket elmondjuk, kifejezzük, hogy ez milyen érzés. And the thoughts and beliefs underneath that. És a gondolatokat és hiedelmeket, amik ez alatt vannak. And because the purpose that everybody has is exactly the same, is forgiveness. És mivel mindenkinek ugyanaz a célja, a megbocsátás. So nobody is there to judge each other. Senki sem azért van ott, hogy elítélje a másikat. Nobody is there to correct each other. Senki sem azért van ott, hogy kijavítsa a másikat. Nobody is there to give a spiritual talk. Senki sem azért van ott, hogy spirituális beszélgetéseket folytassunk. We just allow the emotion and the thoughts to come and to be handed over. Csak megengedjük, hogy jöjjenek ezek az érzések, gondolatok, hogy aztán átadhassuk őket a Szentléleknek. And trusting that when the darkness arises to the light, it will be dissolved by the light. És bízni abban, hogy amikor a sötétség a fényre emelkedik, akkor feloszlik a fényben. And another really important element of our community. És a közösségünk egy másik nagyon fontos eleme is Holy Spirit's guidance. A Szentlélek útmutatása. And that is actually the whole purpose that's running the community. És ez az a cél, ami irányítja az egész közösséget. Is to support everybody to be able to hear the Holy Spirit's guidance. Hogy mindenkit támogassuk abban, hogy képessé váljon arra, hogy hallja a Szentlélek útmutatását. David said when he started to have to Jesus guide him, the book is no use anymore. David is erről beszélt, hogy amikor elkezdte hallani a Szentlélek útmutatását, akkor már nem volt szüksége a könyvre. And so when our community is all about hearing the Holy Spirit guidance and follow that. Tehát a közösségünk lényege tulajdonképpen az, hogy halljuk a Szentlélek útmutatását és kövessük is azt. Because what we're doing is that we're undoing the whole ego thought system. Mert amit csinálunk, az az, hogy az ego teljes gondolat és hitrendszerét semmissé tegyük. So everything we think, everything we perceive is based on this thought system. Mert minden, amit érzékelünk, az ezen a gondolat és hitrendszeren alapszik. So we cannot think our way out of itself. Szóval nem gondolkodhatjuk ki magunkat ebből. We have to rely on the Holy Spirit to guide us, unwind the mind. Rá kell hagyatkoznunk a Szentlélekre, hogy így úgymond kitekercselje az elmét ebből. And turn the wrong-minded to the right-minded thinking. Tehát a wrong-minded téves elmélyűséget helyes elmélyűségé változtassa. So that's I just want to say that is so important. És ezt szerettem volna mondani, hogy ez annyira fontos. Because the book A Course in Miracles is not aimed at analyzing the ego forever. Mert a csodák tanításának nem az a célja, hogy örökké az egót elemezgessük. It is aimed at for us to know the ego, hanem az a célja, hogy ismerjük, felismerjük az egót és a működési módjait. Not suppress and avoid it, ne elnyomjuk és el akarjuk kerülni. Allow it to arise, megengedjük, hogy felemelkedjen. And then allow the Spirit to guide us out. És aztán megengedjük a Szentléleknek, hogy az útmutatását kivezessen ebből. So that is the purpose and that is the focus of our community.
Tehát ez a célja és ezzel a közösség a fókuszában. And when we have a lot of purification, és mi nagyon ilyen tisztítás van, köszönöm. Hearing the Holy Spirit is inevitable. Tehát ebben a tisztításban van részünk, végül elkerülhetetlen, hogy halljuk a Szent Lelket. Because the Holy Spirit is inside of us. Mert a Szent Lélek bennünk van. Is always talking to us. Mindig beszél hozzánk. And when we are willing to listen and follow, és amikor hajlandóak vagyunk arra, hogy meghalljuk és kövessük, we're gonna have an experience that we are the Holy Spirit. És aztán az a megtapasztalás, és elérkezik hozzánk, hogy mi magunk vagyunk a Szent Lélek. And we are the light of the world, become an experience. És az, hogy mi vagyunk a világ világossága, egy megtapasztalássá válik. So the community is very, very practical. Tehát a közösség nagyon gyakorlatias. And there's such a high level of communication. Nagyon magas szintű kommunikációban van részünk. So we don't have like a governing group of people, like a group government. Tehát nincs egy ilyen irányító szervezetünk vagy csoportunk. It's based on prayer and guidance and inner listening. Hanem az imán útmutatáson és belső figyelésen alapszik. And so it's not like a democracy or we never vote on. Nem demokrácia, nem szavazunk. And it's also not designed to change people at all. És nem azt a célt szolgálja, hogy meg akarjuk változtatni az embereket. It's designed to accept everything exactly as it is. Hanem elfogadjunk mindent olyannak, amilyen. So we're not trying to convert anybody or to recruit anybody. We have no goals of growing in size. We have no goals for the community. Tehát nem akarunk megtéríteni, áttéríteni senkit, nem akarunk toborozni. Nem célja a közösségnek, hogy növekedjünk. The community, like the book, is being used for peace of mind. A közösség éppen úgy, mint ahogy a könyv is arra használódik, hogy az elme békéjét elérjük. And everything is based on an invitation. És minden egy meginvitáláson alapszik. That's why we came to Hungary. Ezért jöttünk Magyarországra. We were invited. Mert meghívtak bennünket. We share our ideas very freely on the internet. Nagyon szabadon megosztjuk az eszméinket az interneten. Yes, and Sandy started taking some of them, putting Hungarian subtitles and putting that up on her website. És a Sandy elkezdte feliratozni a videókat és feltenni őket a honlapjára. Yeah, that's nothing new. That's how I first went to Colombia, because the teachings were translated into Spanish and spread around Colombia. De ez nem egy új dolog, mert például amikor Kolumbiába mentem, akkor ugyanez történt, a spanyolra fordították le a tanításokat. The teachings were translated into Mandarin and spread all throughout China. Lefordították őket mandarinra, és egész Kínában terjesztették őket. So when we landed in China, many people came to see us at the airport and bring us flowers and roses and lilies. És amikor Kínában landoltunk, vagy megérkeztünk Kínába, akkor rengeteg ember jött a reptérre virágokkal. We traveled very long distances because it's a big country. China is a big country. És hatalmas távolságokat utaztak be, hogy találkozhassanak velünk, hogy a Kína egy nagyon nagy ország. And the community has people from many different countries. És a közösségben az emberek nagyon sokféle országból jöttek. Because they have to feel like a calling in their heart to participate. Mert a szívükben szólt a hívás arra, hogy részt vegyenek.
hard time. Michael segít, hogy ne veszik el a időérzékünket. We frequently lose track of time completely. Pedig ez gyakran előfordul, teljesen elvesztjük az időérzékünket. So you can see that with only two guidelines, there's a lot of permission and allowance in the community. Szóval láthatod, hogy ezzel a csupán két alapelven milyen engedélyt kapunk arra, hogy there's lots of support. Hogy megtörténjen ez a megbocsátási folyamat, ez nagyon nagy támogatást jelent. So when the darkness comes up and it feels like your whole world is shaking, there's lots of support. És amikor feljön a sötétség és az egész világod megrendül, akkor ott a támogatás. And we have many collaborations. És rengeteg együttműködésben van részünk. We work on projects together. Különféle projekteken dolgozunk együtt. Just like us coming to do this gathering this week, there's many collaborations involved. Csupán az, hogy ez a találkozó létrejött, az is ilyen együttműködéseknek köszönhető. And part of it's involving translating the teachings into different languages. Részben ez azt jelenti, hogy a tanítások fordítása. And building websites or traveling to different countries. Honlapok felépítése, utazás bizonyos országokba. We did have a community over here in Europe for a little while. Volt itt is Európában egy közösségünk egy ideig. It was down in Spain. Spanyolországban. A very small little town in Spain. Egy spanyol kisvárosban. And retreats and I think there'll be a community that will be back in Europe. Elvonulások, például, és most úgy érzem, hogy hamarosan újra formálódik majd egy ilyen közösség Európában. But again, communities are just a means or a mechanism that the Holy Spirit can use. De ezt újra mondom, a közösségek szintén csak egy eszköz a Szentlélek számára, amit használhat. If you are in a relationship or a partnership, that is a very tiny community, a very intense one. Ha egy kapcsolatban vagy, akkor ez az egy nagyon kicsi, intenzív ilyen közösség. Even a community of two is extremely intensive. Két ember közössége is nagyon intenzív. And there's so many forgiveness opportunities that are presented. És annyi megbocsátási lehetőség van ebben a két emberes közösségben is. But when you add more and more people, it's a trip. De még több embert adunk, vagy tehát több emberes a közösség, akkor aztán nem semmi egy utazás ez. But the Spirit gives us many, many tools to use. De a Szentlélek rengeteg eszközt ad nekünk, hogy használhassuk. One of the books that was translated into Hungarian is the Movie Watcher's Guide to Enlightenment. Az egyik könyv, ami le lett fordítva magyarra, a Film kalauza megvilágosodáshoz. So we use movies just like relationships to bring up the darkness to be forgiven. Tehát a filmeket is arra használjuk, mint a kapcsolatokat, hogy ez a sötétséget a fényre hozzuk. Good. And I'm sure this week we will have movies and movie clips. I see a projector over there, so we're all ready. Szóval biztosan sor kerül majd erre is ezen a héten, hogy ilyen filmklippeket mutassunk nektek ott a projektor. We use movies in such a deep way that sometimes people have mystical experiences in these sessions. Filmeket oly mély módon használjuk, hogy előfordul az is, hogy misztikus élményei vannak az embereknek a filmek alatt. Yeah. So it's very, very profound. Szóval ez nagyon mély. The movies are like the modern day parables. Filmek olyanok, mint a modernkori példabeszédek. Because they help your mind really grasp the principles very deeply. Segítenek abban, hogy
az elméd megértse az alapelveket, nagyon gyorsan megértse. And I've used movies in many countries. És a filmeket nagyon sok országban használtam. And people send me movies. They say, oh, you must see this, you must see this. So I have many eyes and ears around the planet searching for the best movies. És az emberek gyakran küldenek nekem filmeket, hogy hát ezt meg kell nézned, úgyhogy szert a világban vannak szemeim és füleim. Just like for years people would pray or go to church, now they can watch movies in their home or in their apartment. Amint évekig az emberek rengeteg időt töltöttek azzal, hogy imádkozzanak, most az emberek filmeket nézhetnek az otthonukban. They read the book and then know the lessons that they need to look for in the movies. Megnézik a filmet, és aztán megnézhetik ebben a kis könyvecskében, hogy mik azok a témák, amikre figyeljenek filmnézés közben. And in our online version, you might have an emotion, and then you look up your emotion on the website. És az online verzióban pedig úgy is lehet keresni a filmekre, hogy érzelem szerint, érzés szerint keresel. Like the issue of jealousy, we'll say. Például a féltékenység témaköre. And then you're given recommended movies to watch to help you heal the jealousy issue. És akkor rákattintasz, és ilyen ajánlott filmek jönnek fel, amik segítenek abban, hogy meggyógyítsd ezt a témát az elmédben. So it's very practical. Nagyon gyakorlatilag.